mi, és tényleg működik, 49-es vagyok fél perc alatt. Leteszteltem 10 plusz TikTokos Minecraft lifehacket. Oké, itt az első, egy piszton rakott egy eszközkeretet, és kiszedte és duplikálódott. Tehát itt a piszton eszközkeret, egy gomb, és igazából ennyi. Még a videóban volt ide rakva kettő repeater, meg egy hangdoboz. De akkor megnyom a gombot, ja, és gondolom akkor kéne kiütni, amikor megszólal a noteblock, de hát ez nagyon kamunak tűnik. Na, megpróbálom még egyszer. Hát nem, ez kamu. Mindegy, jön a következő. Oké, ez egy német videó lesz. Itt egy cobblestone generátor, és arról fog szólni, hogy hogyan tarts lenyomva a bal klikkedet, anélkül, hogy nyomva tartanád. F3T-t meg kell nyomni, és úgy bent ragad a bal klikked. Ja, és akkor úgy elmehetsz afkolni akárhova. Jó, hogyha ez működik, az nagyon hasznos, mert nekem például már sokszor volt olyan más játékokban is, hogy ki akartam afkolni, miközben lenyomva tartom a bal klikket. Jó, megcsináltam a cobblestone generátor. Tehát így működik a cobblestone generátor, jó. És akkor most elkezdem ütni. F3T, lefrissítődnek a texturpack-ek, most elengedem a bal klikket, és működik. Micsoda? Hát ez tök jó, akár fel is állok a géptől, és beütöttem a lábam. Itt a következő egy víz nélküli vízlift tutoriál. Először meg kell építeni a liftnek a két oldalát, lefolyatni rajta a vizet, oké. Okay. És feltölteni teljes vízblokkokkal, hogy ott legyen a buborék. Aztán mindig rakni hóblokkot, és így eltűnik a víz, viszont megmaradnak a buborékok. What? Oké, itt is vagyok Bedrock Editionbe, és nagyon kíváncsi leszek amúgy, hogy működni fog-e. Nagyon egyszerű lesz, lerakom a két vizet, feltöltöm teljes blokkal itt a vizeket, aztán jöttek a hóblokkok, és ne, és működik. És itt maradtak a buborékok, és hogyha belemegyek, akkor feldob. Micsoda, ez nagyon menő. Itt kiütök mindent, és itt random itt egy kis buborék, ami feldob. Itt a negyedik lifehack, amiben lerak egy ládás csónakot, kilép a világból, aztán visszalép, jó, telepakolja ércekkel, megy vele egy kicsit, nem tudom miért, kilép újra, belép, és megduplikálódott. Mi? Ez tutika amúgy. Tehát lerakom a csónakot, kilépek, visszalépek, telepakolom cuccokat, és ezeket rakom bele, igazából mindegy, ment egy kicsit a hajóval, aztán kilépett megint, és nekem nem történt semmi. Na mindegy, jön a következő. És ez elvileg három hasznos Minecraft oldal, amit használhat kell. Az első az r2beaton.com. Tudsz csinálni egyedi karakteres totemeket. Második a chunkbase, harmadik pedig grabcraft.com. Jó, hát itt vagyok az elsőn, és ide elvileg beírom a nevemet, akkor mi csoda? Kiált egy totemet a skinemmel. Amúgy ez tök jó. És itt a jobb felső sarokba le lehet tölteni. A második az a chunkbase volt, ezt már eddig is ismertem. Ez annyi, hogy beírsz egy seedet, és igazából mindent meg tudsz róla nézni, hol vannak spawnerek, villagek, akármi. A harmadik oldal pedig ez volt, ahol elvileg mindenféle tervrajzot lehet lekérni. Mondjuk rámegyek erre, és itt lépésenként meg lehet építeni akármit. Jó, hát amúgy ezek tényleg hasznos oldalak lehetnek. Főleg a chunkbase, ugye ezeket érdemes amúgy használni. Végtelen tüzelőanyag a videó címe. Lerak egy kemencét, belevezet töltséreket, ide rak sziki pisztont, jó. Rak le observer, slime blokkokat, ez mi lesz? Ide rak le egy koralt, és ezt tudom mi lesz. Ide kárpitokat, obszidiánt a szélére, egy karral beindítja, és gyártja a tüzelőanyagokat. Jó, amúgy ennek egy hasonló verzióját ismerem, viszont ez tűnik a legkompaktabbnak, meg a legjobbnak. Tehát kemence, töltsér, 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 piszton, itt kettő blokkot ki kell ütni, jöhet a megfigyelő, ide jön azt hiszem 6 slime blokk, töltsérek fölé egyel egy ilyen korall, 3 ilyen, amúgy azt hiszem nagyjából meg is van, ide még rakott obszidián, ezt elméletileg lehet levélelés és úgy olcsó, ide üveg, és nézzük, hogy vajon működik-e, hopp, aha, ja, működik. Amúgy ez tényleg praktikus, mert ilyen kis kompakt az egész, főleg, hogy tényleg a kemence mögött csak 4 blokk helyet foglal el, szóval ezt érdemes lehet használni. Itt a hetedik titkos festmények, amikről senki nem tud, lerakott egy vízfestményt, what? Mi? Ilyenek vannak a játékban. Ez mi, erről eddig miért nem tudtam? Tehát painting, víz, és ennyi. Ti megkapom a víz, föld, tűz, levegő. Ez valamire nagyon emlékeztet. Oké, itt a következő. Lerakott egy ládát, kilépett, visszamegy, és ez javás, berakja a cuccokat, még meg van nyitva a láda, és most feladatkezelővel bezárja a Minecraftot, visszalép, és meg vannak duplikálva. Mi? Nem tudom, hogy ez fog-e működni egyáltalán, de szerintem ha működne, akkor már mindenki tudna róla. Tehát itt a chest, belerakom a cuccokat, feladat befejezése, és nézzük, vajon működik-e. Na, nem volt megnyitva a láda, pedig úgy zártam be a játékot, és hát nem működik. Seba, itt a következő, ami arról szól, hogy ne így horgász. Itt vannak a hozzávalók, úristen. Nagyon gyorsan történik minden. Mindegy, majd újra visszanézem. A lényeg, hogy ez egy AFK fishing farm lesz, és én eddig azt hittem, hogy értem, hogy működik AFK fishing farm, de hogy erre miért kellett ennyit építeni. Bemegy, és így tudja használni. Végtelen XP és loot. Ez miért ennyire bonyolult? Na mindegy, építés közben hátra rájövök. Először is kell egy 5x7-es gödör, ami 4 blokk mély, és itt megkezdem kettő gyapjúval, ragacsos dugattyú, kő. Ide szkálkérzékelő, ezt szépen körbe kell építeni, és felépíteni úgy, hogy a felszín felett legyen egyel, aztán ezt kiütöm, redstone, ide fehér gyapjú, repeater, max tikken, aztán építek ide egy lépcső
elsőszerűséget, ezt így redstone-nal összekötöm, utána ki kell fákjázni belül, hogy ne spawnolhassanak ide mobok, aztán meg csak be kell fedni ezt a részt, és igazából a farm alja készen is van. Oké, most jöhet ide még gyapjú, csapóajtó, gyapjú, ide egy tábla, ide a lyukba Soul Sand, Sheen, és e fölött kell építeni egy ilyen üvegplacot, ami azt hiszem ekkora, tehát a közepétől kettő blokki nyúlik ki, ezt értelemszerűen körbe kell így falazni, itt ezt a kettőt ki kell ütni és csapóajtót rakni ide, utána ezt ki kell ütni és az egészet igazából fel kell tölteni vízzel, nagyjából így. Úgy itt vannak a csapóajtók és ide kell raknom egy nyomólapot, ide pedig egy láncot, a láncot itt beépítek egyet, lerakok egy kőtéglafalat, nem tudom már mi történik amúgy, és itt egy hajóval elvileg leesek, oké, kiütöm ezt, előre tudok menni idáig. Ja, és most egy másik hajót bele kéne így akasszam, hogy ezt leraktam így a földblokkokat, remélem láttátok. Leesek a hajóval, vagyis hát még nem esek le. Majd most, hogy kiütöm, aha, és így be vannak akadva a hajók egymásba, jó. Aztán pedig ebbe az irányba építeni kell egy kis ilyen kinyúlás. Ide mondjuk lerak egy chestet, ebbe megy bele a töltsér, és igazából innenstől készen van. Tehát akkor jobb klik utána meg a táblára, és mi történik, most működik? És hogyha a videó elejéről tomva megnyom az F3T-t, akkor elvileg be kéne ragadni, ugye? Ó, nagyon jó, be is ragadt, tehát a jobb kliket kell letartanom. Na, megkaptam az első halamat. Oké, ez teljesen működik. Most nem fogok itt tafkolni egy csomó ideig. Ez amúgy hasznos, és remélem, hogy ti agyatok nem éget ki, mert az enyém nagyon kiégett, miközben építettem. Most pedig jött a következő. Őrült XP glitch a következő videó neve. Itt egy kemence, belerak valamilyen ércet. Igazából tök mindegy, hogy mit. És így elkezd rá kattingat, és kapja az XP-t. Mi? Ez nagyon nagy kérdőjel a fejembe. Tehát akkor itt egy kemence. Elkezdek kiégetni vele vasat. Oké, eddig jó. Kell sima vasrúd is az inventorimba. És ugye azért kapsz XP-t, hogy kiveszed az ércet, viszont így elkezdhet bagoltatni, hogyha kattingatok rá. Mi? És tényleg működik. Nézzétek, folyamatosan kapom az XP-t. 21-es vagyok, úgyhogy alig kattingattam, 49-es vagyok. Fél perc alatt 21-es szintről. Ez nagyon durva. Kár, hogy csak bedrogban működik. Na mindegy, mert a következő lifehack javás, és elvileg végtelen totem bug van, leencsantolja a totemeket, belerak a grindstone-ba, és kettő össze lesz tekkelve. Valamiért sapkaszagot érzek. Tehát itt a totem a Fandying törhetetlenséget rárakom, igen. Aztán itt a grindstone bele... Mi? Ja jó, azt hittem már, hogy működik. Na várjatok, azért megpróbálom újra. És működik. Shift-klikkel működik. Micsoda? Miért létezik ilyen glitch? Na jó, ez a glitch a hardcore világban mennyire hasznos lesz már. Hát konkrétan kétszer meg tudok halni anélkül, hogy meghalnék, mert egyszer meg is indítottam a kezembe. Ha szeretnétek folytatást, akkor írjatok le egy hashtag TikTok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!